2002. novemberében alakult a siógárdi német nemzetiségi önkormányzat, azzal a céllal, hogy ápolják a sváb hagyományokat, megőrizzék az elődeik kultúráját és a még meglévő tárgyi emlékeket összegyűjtsék. Hámoriné Glück Terézia, a nemzetiségi önkormányzat elnökének elmondása szerint kezdetben 30 taggal rendelkeztek, később ez a szám már csak nem 100-ra emelkedett. Sok programunk volt, van is, a mai napig is. Most a Covid miatt az elmúlt 2 évben nem sok minden történt a faluba. 2 évvel ezelőtt kezdtük el a közösségi terünket felújítani. Ezt az önkormányzattól kaptuk, ezt az épületrészt. Itt szeretnénk egy olyan helységet kialakítani, ahova bárki bejöhet, számítógépek vannak már, lehet beszélgetni, régi hagyományokat felidézni, tehát erre próbálunk programot szervezni, de egyenlőre, ugye itt most megakadtunk az elmúlt 2 évben, de amint a helyzet másképpen alakul, úgy újra szerveződni fognak ezek az elképzelések, programok. Jó kapcsolatunk van az asszonyklubbal, tehát hogy ővelük szoktunk találkozni, a nyugdíjas klubbal, a horgász egyesületben nagyon sok német nemzetiségi tag benne van. A legfőbb programunk az minden évben a Márton nap. Itt bevonásra kerül az iskola és az óvoda. Körbe megyünk a faluba, itt vendégül látjuk őket, ilyenkor van az éves közmeghallgatásunk is, mindenki elmondhatja a véleményét, kívánságát, hogy mit szeretne a német nemzetiség, mit tegyen, mit csináljon. Nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, részt veszünk az önkormányzati nagy programokban, ilyen a halfőző, a falunap, sportrendezvény, tehát mindenhol ott vagyunk, ahol kell. A nemzetiségi önkormányzat minden évben ellátogat a német testvér településéhez. Malschwitz, azon belül, ugye malschwitzi település az sok apró faluból áll össze, ott a baruti tűzoltókkal lett egy nagyon jó baráti kapcsolat, ők vendégül látnak bennünket, minden évben részt veszünk az adventi vásáron, és mindig a második adventi vásárra megyünk ki, ott áruljuk a magyarországi finom termékeket, ebből adományként ugye kap az önkormányzat, amit nemes célokra fel tudunk használni, és őket is vendégül látjuk. Nagyon örül a falu ennek a testvér kapcsolatnak. Tehát hagyományba, tehát inkább azt érzem, hogy a német kapcsolat, mint a német. A régi hagyományok felidézése az nagyon nehéz, mivel az öregek már meghaltak, nagyon kevés idős ember él, akitől a környező településekből, ahonnét jöttek, tehát azoknak a hagyományait 5 évente szoktunk egy ilyen kiállítást szervezni, és akkor azt a falu lakossága megnézheti. Hámoriné Glück Terézia azt mondja, szeretnék, ha több fiatal taggal bővülne a körük, ez azonban nem egyszerű, ugyanis úgy tapasztalja, hogy egyre kevésbé érdekli a fiatalabb generációkat a hagyományőrzés. Azonban nem adják fel, számos programmal készülnek az idei évre. Tervünk az, hogy a közösségi terünket egy kicsit még szépítsük, és gyűjtsük össze a kiállítható vagy felhasználható sváb emlékeket. Lesz, ha nem zár addig be, akkor a Mártonnapi nagy rendezvényt 2 év után akkor megtartanánk. Biztos örülne nagyon neki a falu. Őszre várnánk a német testvértelepülést, ha ugye majd tudnak ők is jönni. Nem egyszerű, nem egyszerű. Gondolkodunk, sok mindenen gondolkodunk, de nem egyszerű feladatunk.